Magazin műsorunk külön kiadásában az eddigi szokásunktól eltérően nem kedvenc állatokat szeretnénk bemutatni önöknek, hanem munkakutyák képzését. Mint köztudott, a kutyák orra képes több ezer szagot is megkülönböztetni, ezért tudnak segíteni az elrejtett drogok, robbanószerek kiszimatolásában, a nyomkövetésben, katasztrófáknál a romok között rekedt túlélők felkutatásában. Gyömrön, Magyarországon egyedülálló módon a tüdőrák korai szakaszának kimutatására képeznek ki kutyákat. A betanításhoz, mely szagminta alapján történik, és napi, rendszeres elfoglaltsággal jár, nagy türelem és állatszeretet szükséges. Mai műsorunkban Ser Gabriellát látogattuk meg. Hogyan képezik ki a kutyákat a diagnosztikai eljárásra? Egész egészséges emberektől gyűjtünk mintákat, a beteg embereket, ott szövettanilag igazolt tüdőrákos betegektől származó levegőmintákat gyűjtünk, és olyan egészséges emberektől, akiknél két generációra visszamenőleg nem volt daganatos beteg a családba, evel úgy igyekszünk, hogy majdnem biztosan egészséges embertől származon a kontrollminta. Milyen kutyák alkalmasak erre a feladatra? Egy gyakorlatilag mindenfajta alkalmas rá, leszámítva a nagyon nyomott orrú kutyákat, ilyenek a bulldogok, a mops, de a legalkalmasabbak a juhász és a vadászkutya fajták. Önök milyen kutyákkal dolgoznak? Mi border collie-kal, border collie keverékekkel, és van egy darab vadkacsa vadász retrieverünk. Hogyan történik a szagminta vételezése, és honnan kapnak segítséget munkájukhoz? Kórházakból kapjuk a mintákat, úgy történik, hogy van egy szagmegkötő anyaggal ellátott cső, arra egy baktérium szűrő van ráhelyezve, és abba fúj bele 4-5-ször a páciens. Milyen idő és költség vonzata van annak, hogy egy kutyust be lehessen tanítani erre a munkára? Egy alapképzett kutya, amelyik már alapvetően engedelmes, meg ismeri a vezényszavakat, annak körülbelül egy a 4-6 hónap, mire erre a munkára meg lehet tanítani. Milyen biztonsággal állítható fel a diagnózis? Különböző eredmények születtek, mi 2007-2008-ban egyszer meg végigcsináltuk ezt a kísérletet, akkor mi kutyáink 99%-os biztonsággal választották ki a beteg mintákat. Az amerikai és lengyel közös kísérletnél is ugyanez a 99%-os eredmény volt. Most, amit a legutóbbi időkben olvastam, egy német eredmény, ott 71-73%-os biztonsággal dolgoztak a kutyák. Honnan kap segítséget a munkájához? Gyakorlatilag nem sok helyről, tehát az adók 1%-ából önkéntesek vannak, akik munkával dolgoznak, és van november óta egy támogatónk, aki segíti a munkánkat. Honnan jött az ötlet arra, hogy a kutyákat ilyen munkára is fel lehet használni, és ki lehet őket képezni? Én nagyon régóta foglalkozok már kutyakiképzéssel, több évtizedes, engem mindig a szimat munka érdekelt, mert szerintem az a legnagyszerűbb dolog, és ott az ember teljesen rá van utalva a kutyára, tehát nem tudja befolyásolni, el kell fogadni a döntését, hiszen az ember nem érzi azt, amit a kutya. És hát ismert volt, hogy már különböző területeken a kutyák bizonyítottak, itt a kábítószer, robbanószerkereső kutyák, emberkereső kutyák, mentőkutyák, és hát az én kutyáim is már eleve ki voltak képezve személykeresésre, mentőkutyák voltak, de hát hál' az Istennek Magyarországon nem nagyon van szükség a munkájukra, bár egyre többször veszik igénybe őket eltűnt személyek megkeresésére, de azért elég sok a munkanélküli időszakuk, és elkezdtem olvasgatni, hogy hát még milyen munkára lehet használni őket. Rengeteg terület van, amit az ember el se tud képzelni, ahol a kutya szaglását használják külföldön. És olvastam egy tanulmányt az amerikai-lengyel közös kísérletről, hogy kutyákat képeztek ki a tüdőrák felismerésére kilélegzett levegőmintából, és akkor mondtam, hogy na megvan, Magyarországon a tüdőrák az egy vezető halálok, ugye nem okoz tünet, nincsenek tünetei, nem okoz panaszokat, általában későn veszik észre. Na mondom, akkor erre kell kiképezni a kutyákat, és akkor indult a munka, orvosok felkeresése, hogy gyűjtsenek számunkra mintát. Fölvettem a kapcsolatot az amerikai kísérletet vezető orvossal, vele még mindig tartjuk a kapcsolatot, levelezünk, és így indult tulajdonképpen ez az egész. És Magyarországon jelenleg csak az alapítvány foglalkozik ezzel a munkával.
Jelenleg milyen stádiumban van ez a munka, és milyen lehetőséget lát a továbbiak során? Jelenleg november óta kezdtük újra. 2007-2008-ban már folytatunk egy kísérletet a kutyákkal. Annak az eredménye volt az, hogy 99%-ra felismerték a daganatos betegek mintáit, és utána sajnos elfogyott a saját pénzünk, mert ezt teljesen önfinanszírozásból csináltuk, és hosszú szünet következett. Nagyon picit tudtunk a kutyákkal foglalkozni úgy, hogy szinten tartsuk, de gyakorlatilag másfél évig teljesen leállt minden. És tavaly november óta kezdtük újra, akkor egy támogató segítségével újra tudtuk indítani, beszereztük a szükséges anyagokat, amik kellenek a minták tárolásához, a mintavételezéshez, és most jelenleg ott állunk, hogy a kutyák a meglévő mintáinkat azt már teljes biztonsággal fölismerik, viszont nagyon kevés ez a minta, úgyhogy most éppen a mintákat gyűjtjük, mert így kevés mintánál lehet, hogy azt érjük el, hogy a kutyák csak azt a pár mintát ismerjék föl, és az összefüggés ne. Úgyhogy per pillanat most megint le kell állnunk, addig, amíg legalább 20-30 mintát nem tudunk összegyűjteni. Meddig lehet felhasználni egy mintát, meddig tárolható az a minta? Gyakorlatilag ilyen tárolási kísérletet nem folytattunk. Mi úgy állapítjuk meg, hogy amikor a kutyák már nem jelzik be, vagy csak nagyon ritkán jelzik, akkor azt a mintát többet már nem használjuk. Hát attól függő, tehát az üvegbe meg becsomagolva hosszú távon eláll. Inkább akkor az a probléma vele, hogy amikor a kutyák vizsgálják, meg amikor gyakorlunk velük, akkor nyitva vannak a minták, és akkor kimegy belőle az illatanyag. Teljesen optimális feltételek mellett mennyi időre van szüksége egy kutyának ahhoz, hogy ezt a munkát teljes biztonsággal tudja ellátni? Hát egy olyan 4-6 hónap. Napi kétszeri gyakorlással persze, és utána már teljesen igen. Tehát az első kísérlet eredménye ez bizonyítja. Azért 99%-ra ismerték fel a daganatos mintákat, és az azért nem egy rossz eredmény. Mi a célja a munkájuknak? Az elsődleges célunk az az, hogy minél korábban diagnosztizálni lehessen a tüdőrákot, és így még időbe kerüljenek gyógykezeléssel az emberek, ezzel a túlélési esélyük az 3-4-szeresére növekszik a jelenlegihez képest. Én úgy gondolom, hogy a következő lépcső az az lenne, hogy amikor már valamilyen képalkotó diagnosztikával kimutatnak valami elváltozást a tüdőbe, akkor ezt kutyákkal is leellenőriztetnék ezektől a betegektől származó levegő minták segítségével, hogy ez most jó indulatú vagy rossz indulatú elváltozása. Utána, ha nagyot merünk álmodni, és miért nem merjünk, akkor utolsó lépésként szóba kerülhet a felnőtt lakosságnak a szűrése gyakorlatilag. Az orvostársadalomtól milyen visszajelzéseket kapnak? Elég vegyes a visszajelzés. Az pozitívum, hogy azt még nem mondta senki, hogy ez úgy hülyeség, ahogy van. Tehát vannak orvosok, akik mellénk állnak, és tudják, hogy ez a módszer ez működik, és jó, segítik is a munkánkat minták gyűjtésével, meg többször előfordult már, hogy orvosok küldenek hozzánk betegeket, pontosan előbb említett okok miatt, hogy kimutatnak valami elváltozást képalkotó módszerekkel, de nem tudnak szövetmintát venni belőle, mert vagy olyan helyen van a daganat, vagy olyan pici, és akkor ugye nem tudják eldönteni, hogy most milyen irányba folyjon tovább a betegnek a kezelése, és akkor volt már rá eset, hogy ide küldték hozzánk, hogy nézzék meg a kutyák, de azt kell, hogy mondjam, sajnos ez jelenleg nem működik, mert most még kísérleti stádiumban van a dolog, és hogyha sikerül olyan ütemben mintákat kapnunk, ahogy mi ezt szeretnénk, akkor körülbelül egy olyan 2-3 hónap múlva jutna el olyan szintre ez a kísérlet, hogy kutyákkal be lehet vállalni a diagnosztikát.